A Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola már több mint 25 éve vállalja magára azt a feladatot, hogy az alsós évfolyam számára kincskereső irodalmi vetélkedőt szervez. A január 15-én megtartott vetélkedőn ezúttal a 3.-4. osztályos tanulók adhattak számot a legfrissebb olvasmányélményükről. Január 15-én szervezte meg a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola a kincskereső irodalmi vetélkedőt, amelyen az idei évben 4 település összesen 11 csapatja vett részt. A vetélkedő célja, hogy az olvasás révén fejleszték a gyermekek képzelőerejét és kreativitásukat. A kincskereső vetélkedőt közel fél évszázada szervez intézményünk, 3 korcsoportban szoktuk megszervezni, alsó tagozatnak, 5.-6. évfolyamnak és 7.-8. évfolyamnak. Úgy gondolom, hogy már hagyomány ebben az iskolában. Különösen kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra, amellett, hogy a felzárkóztatásban is igyekszünk a gyermekeinket megfelelően fejleszteni. Az olvasás, mint olyan, ugye tudjuk nagyon jó, hogy a digitális korban kicsit háttérbe szorul, és leginkább a képernyőt nézzük, a telefont böngészünk, és onnan olvasunk, de azért egy könyvet kézbe venni, és onnan elolvasni egy történetet, az mindenképpen fejleszt a gyermekekre nézve. Egyrészt a kreativitást, a képzelőerőt, tehát más az, amikor ő maga képzeli el, és más az, amikor készen kínálja egy film azt az olvasmányt. A kincskereső vetélkedőt minden évben a Városi Könyvtárral közösen szoktuk megszervezni. A tankerület intézményei vesznek részt rajta, főleg itt a közelből, elég szép számmal és nagy sikert szokott a gyerekek körében ez a verseny elérni. A Beletyófehér tankerület támogatásával kapjuk a jutalmakat, most könyveket kaptunk, amikkel tudjuk elismerni a munkájukat, és remélem, hogy jól érezték magukat a mai délután. A tankerületi versenyen nem csak a hajdúszoboszlói iskolák növendékei, hanem a környékbeli település iskoláiból is érkeztek tanulók, hogy megmérettessék magukat a versenyen. Az idén nagyon-nagyon nagy létszámmal 11 csapat jelentkezett, az iskolákból lehetett maximum 2 csapattal jelentkezni. A környékről, Ebesről, Hajdúszszovátról érkeztek gyerekek, Nagyhegyesről, illetve a városiskolái közül 2 iskola, milyenkel együtt 3 iskola vett részt ezen a délutánon. Minden évben más és más művet kell a gyermekeknek elolvasniuk és feldolgozniuk. Korábban a klasszikusokhoz ragaszkodtunk. Általában az iskolánk alsó tagozatos pedagógusait kérdezem meg, az ő véleményükre hagyatkozom. Volt már egy sorozatunk, a Bálint Ágnes könyveiből készült, vagy a könyveiből készült feladat sor volt. Az idén szintén a kollégák megkérdezése alapján választottuk Szigeti Kovács Viktornak a Lúna gyermekei című nagyon-nagyon szép kis könyvet. A verseny szervezője a Pávai Iskola, de a feladatsorok kitalálásában és összeállításában a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és könyvtár munkatársai vannak az iskola segítségére. Az iskolánk ennek a versenynek a szervezője, nagyon régóta jó kapcsolatot ápolunk a városi könyvtár kollégáival. Ők szokták a feladatsort összeállítani, tehát nekünk igazából, mint szervezőiskola, nincs is beletekintésünk. Minden, tehát a szövegfeldolgozás során, amiket a gyerekek itt az iskolában is megismernek, az igaz-hamis állítástól kezdve, a ki mondja kinek, villámkérdésektől kezdve, nagyon-nagyon aprólékosan belemélyedő kérdéseket tesznek fel a könyvtárosok. Az iskola nagyon fontosnak tartja, hogy időben meghirdessék a vetélkedőt, ezáltal a lehető leghosszabb felkészülési időt tudják biztosítani a tanulók számára. Mindig odafigyelünk ennek az időpontnak a pontos betartására, tehát már jóval korábban november közepére megkapják az iskolák a versenyfelhívást, a versenykiírást, úgyhogy azt hiszem van nekik elegendő idejük. Túl nagy oldalszámmal nem rendelkeznek ezek a kis könyvek, amiket szoktunk felajánlani, úgyhogy már ez most november 15-én megérkezett, a felhívás, a jelentkezés pedig december elejéig tehetik meg az iskolák. A gyerekek hogyan készülnek a versenyre? Mindenkinek el kell olvasni a könyvet, vagy felosztják egymás között, és esetleg tudnak-e a felkészítő tanáraikkal erre külön készülni?
Hát ennek a versenynek az lenne a célja, hogy a gyerekekkel megszeretessük az olvasást, a regényeket olvassanak, úgyhogy én úgy gondolom, hogy minden kollega arra törekszik, hogy olvass el mindenki a könyvet, sőt, igazából nem is kölcsönzik már ezeket a könyveket, hanem a saját kis könyvtárukat gyarapítva beszerzik a könyvet, úgyhogy mindenki elolvassa, és akkor az elejétől a végéig, az utolsó szóig mindent alaposan átbeszélnek. Tehát a mai verseny is azt bizonyította, hogy rendkívül jól felkészült csapatok voltak, nagyon nehéz dolga volt a zsűrinek. A kincskereső vetélkedő első helyezettje a Gönczi Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola csapatja lett, második helyen végzett az Ebesi Arany János Általános Iskola dömendékei, és a harmadik helyen végzett a Nagyhegyesi Veres Péter Általános Iskola.